Július 28-a és augusztus 6-a között egyhetes nyári táborban vehetnek részt azok a határon túli fiatalok, akik szívesen jönnek Magyarországra, hogy minél jobban megismerjék történelmünket és a hagyományainkat. A tábor célja immár 31. éve változatlan, az, hogy a határainkon túli gyerekek találkozzanak egymással, megismerjék egymást, és hát ami a leginkább közös, az anyanyelv dolgában elmélyedjenek, múltunk, jelenünk, jövőnk, esetleges dolgairól hírt, autentikus forrásból szerezhessenek. Tehát egyfajta összetartás a célja ennek a tábornak. Ma dr. Tomka Péter régész tartott előadást a gyerekeknek, akik figyelmesen hallgatták őt. Persze a témaválasztás nem mindig egyszerű. Miután én régész vagyok, elsősorban a honfoglaláskor és a között, körülötte lévő problémának a régészeti részéről fogok nekik beszélni. Minden évben meg szoktam kérdezni először, hogy mit akarnak hallani, amikor nem válaszolnak, akkor elmondom a magamét. Azért a kötött programok mellett a szórakozásra is jut idő, na és a barátok megismerésére. Júlia például nem először jött el a táborba. Vajdaságból érkeztem Adáról. Idén jöttem ötödszörre ebben a táborban. Most már inkább a barátságok miatt és az emberek miatt jöttem ide, akik szintén többször érkeznek ide. A gyerekek itt létük alatt Győr nevezetességeit is megcsodálják, kirándulásokon vesznek részt, sőt a sziget közben is elbarangolnak.